A közlemény szerint immár hagyomány, hogy tanévkezdés előtt a családok augusztus végén kapják meg a szeptemberben esedékes családi támogatást. A juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskolakezdési terhét könnyíti a kormány, jelezték. A Magyar Posta augusztus 24-től kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A Magyar Államkincstár pedig augusztus 25-ére utalja a bankszámlákra a családi támogatást. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1.075.000 családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt, áll a közleményben. A KSH legfrissebb adatai szerint idén júliusban 20,4%-kal kerültek többe a tanszerek, mint egy évvel korábban. Egy elsős gyerek tanszer csomagjáért csaknem 17.000 forintot is fizethet a szülő. Egyes papírboltokban egy kisméretű füzet, amely tavaly még 185 forint volt, most 255 forintba kerül. Sietni kell azoknak, akik szeptemberben hozzá szeretnének jutni a diák hitelhez. A hiteligénylést célszerű még augusztusban elindítani, hogy a pénz már az iskolakezdés hónapjában az ingyenes számlára kerüljön.